Bár az Atomerőmű KSC Szekszárd női együttese szerda este 98-65-re kikapott a török Hatály otthonában az Európa Kupa negyeddöntőjének visszavágóján, a szurkolók győzteseknek kiáró fogadtatásban részesítették a hazatérő csapatot. A városi sportcsarnok előtt több tucatnyian zászlókat lengetve, énekelve, tapsolva várták a lányokat, akiket Ács Sezső Szekszárd város polgármestere is köszöntött. Kikaptunk, és mondom el, hogy csúnyán, tudod, mindig emberben van ez érzés, jó, hogy tudod, sokkal nem szerettem, hogy az én csapatom kikapja annyi sok ponttól, de tényleg ott Kata extázisban játszott egy különleges körülmények között, mi nagyon rosszul mutatunk meccs, de nem szerettem ez az egész FIBA produkciót, FIBA kupa produkciót ebbe, hogy befejeztünk mondatot berakni, hanem kell globálisan nézni, játszottunk sok meccseket, és akkor nézem többféle módon. Elsősorban büszke vagyok, mert nagyon sok meccseket nyertünk és nagyon jó meccseket játszottunk. Játékosok fejlődtek, biztos szereztek olyan tapasztalatok, amit hosszú távon fog hasznos lenni nekik. Nagyon örülök annak is, hogy sikerült majdnem minden meccset telíteni saját csarnokunk és alakítani egy talán országon legjobb szurkolótábort, és azért is hasznos volt ez a FIBA kupát. És harmadik, ha nézem, amit nagyon fontos, hogy klub neve, már hogy kívják, raktunk magas szinten FIBA-ra, hogy nemzetközi parandon, mert most már mindenki fog tudni, ki a Szekszárd és honnan jön Szekszárd, mert nem kell elfelejteni, mikor kezdtünk selejtező Montpellier ellen Euroliga selejtező, ott volt nulla rating pontunk FIBA-nál, most remélem ez a szezon után már biztos nem lesz nulla, hanem többet, és erre kell dolgozzunk, hosszú távon kell gondolkozzunk, és ez volt csak első lépés, ebben a cipőben kellett járni, és nagyon büszke vagyok, annyi sok jártunk.